Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. augusztus 22-én, este 7:30-kor. Több mint 65 millió forintot nyertek a települések. Kalocsa és Kula közösen pályázott. Montenegróban jártak a fúvósok. Nemzetközi fesztiválon muzsikáltak. 13 csapat versenyzett állampusztán, nehezített pálya a fegyveres testületeknek és a civileknek is. Kalocsa és testvérvárosa Kula pályázatot nyújtott be az Interreg IPA határmenti együttműködés Magyarország-Szerbia 2017-2020 című program keretében, melyen sikerrel szerepelt és jelentős több mint 65 millió forintos támogatást nyert a partner kapcsolatok fejlesztésére. Az augusztus 20-ai programok közt szerepelt egy sajtótájékoztató, melyet Kalocsa és Kula vezetői, illetve delegátjai közösen tartottak a Platán rendezvényközpontban. Az eseményen egy 210 ezer euróból megvalósuló pályázatot mutattak be a projekt megálmodói és kivitelezői. Mi bízunk abba, hogy a két település, és ez nem csak a magyarságról szól, hanem ez a szerb-magyar együttműködésről is, hogy a két település hasznára válik az együttműködés, és olyan projektelemeket tudunk megvalósítani, amely tovább erősíti a településeinket, illetve a településeink fejlődését. Mint megtudtuk, a több mint 65 millió forintos forrásból főleg kulturális rendezvények, a humán erőforrás fejlesztését célzó programok valósulhatnak meg a jövőben. Mind a két helyszínen úgynevezett workshopok lesznek. Szeretnénk bevonni ebben a Kulán és a Kalocsán levő foglalkoztatókat, vállalkozókat is, hiszen nem csak kulturális téren szeretnénk együtt mozogni, hanem a gazdasági kapcsolatokat is jó lenne fejleszteni. Hasonló profilja van Kulának is, Kula egyik településének, Bács-Keresztúrnak, ahol szintén paprikát termesztenek, és ahova megint csak megy a jövő héten egy magyar küldöttség, még kérték azt is, hogy vállalkozót is vigyenek magukkal. Ezen kívül a pályázatból 2019-ben egy 50 fős gyermektábort fognak megszervezni szerb és magyar fiataloknak, valamint a jövő évi Paprika Fesztivál is ennek az együttműködésnek a jegyében zajlik majd. Amikor is kulai vállalkozókat, kiállítókat fogunk majd hívni, és összehozni gazdasági szakembereket, vállalkozókat abban a reményben, hogy esetleg közös gazdasági együttműködés is megvalósulhat. A sikeres és eredményes közös munka első lépéseként az augusztus 20-ai kenyérszentelés előtt dr. Bálint József, Kalocsaváros polgármestere, és Valka Károly, Kula község alpolgármestere aláírták a két település közötti együttműködési megállapodás megerősítését. A szerződést pedig a két település kórusainak közös produkciója pecsételte meg. Tovább bővül azoknak a köre, akik jól járnak a téli rezsicsökkentéssel. Erről döntött a kormány július 27-én. A részletekről dr. Kis Csaba, kalocsavárosi jegyzője számolt be. Akik a korábbi fűtési szezonban távhővel vagy vezetékes földgázzal fűtöttek, egyszeri rezsicsökkentési támogatást kaptak, melynek az összege bár néhol változó volt, általában egyszeri 12 ezer forintról beszélhetünk ez alatt. Most a kormány úgy döntött, hogy akik nem ilyen módon fűtenek, hanem adott esetben hát tüzelőolajjal még annyira, már nem annyira nem, de szénnel, fával, nem vezetékes földgázzal, hanem például propángotán gázzal vagy tartályos gázzal, illetve brikettel vagy pellettel, azoknak is nyújt egy támogatást. Ezzel kapcsolatosan egy kormányhatározat született július 27-én. Ennek végrehajtásáról az önkormányzat a napokban kapott egy belügyminisztériumi tájékoztatást. Igényelni kell ezt a formát október 15-éig, mely egy jogvesztő határidő. Amikor ezek az igények beérkeznek, az önkormányzatnak két napja van arra, hogy ezt összesítse, tehát ezért is kérnem szépen, hogy ne az utolsó nap,
utána ezt nekünk el kell küldeni a Magyar Államkincstárhoz, majd október 31-én születik végső döntés a támogatásról, és annak formájáról. Ez azt jelenti, hogy várhatóan nem készpénzes támogatás lesz, hanem az önkormányzat pályázat útján kiválaszt egy vállalkozót, aki majd ezt a fajta tüzelőanyagot biztosítja a lakosság részére. Az ezzel kapcsolatos igénylőlapot a kalocsa.hu oldalán lehet megtekinteni, illetve letölteni. Nagyon kérem mindenkit, hogy a tájékoztatót is olvassa el. Ugyanis abban azért a részletszabályokban vannak. Tehát ugye ki is igényelheti ezt a támogatást, akik korábban már még nem kaptak ilyet, tehát aki már korábban kapott ezt a támogatást, az nem kaphatja ezt a támogatást, illetve ott van benne, hogy mire is lehet igényelni, milyen tüzelőfajtára, és azt, ha valaki leadja azt az igényt, azt onnan kezdve nem fogja tudni megváltoztatni. Dr. Kis Csaba hozzátette, fontos részlete mindennek, hogy lakásunként lehet igényelni a támogatást, valamint, hogy szúrópróba szerűen lesznek ellenőrzések a katasztrófa védelem részéről. Az igénylapot kérnek szépen mindenki több pontosan töltse ki, és írja is alá. Mivel abban van egy nyilatkozat, amiben kijelenti ő, hogy ugye nem kapott már korábbi támogatást, és amit mondtam már korábban, tehát ezt a támogatási formát ellenőrizni fogják. Igaz, hogy szúrópróbaszerűen, de hogyha nem megfelelő a nyilatkozat, illetve nem volt jogosult a támogatásra, és rossz hiszeműen beadta a támogatási igényt, abban az esetben az önkormányzatnak hivatalból kell majd eljárnia, adott esetben ugye visszafizetési kötelezettség, másrészt pedig szabálysértési vagy nagyobb esetben büntető eljárás kell majd kezdeményeznünk. Reméljük, ilyenre nem fog sor kerülni. Az ilyen meleg időben a krónikus betegségekkel küzdőknek még inkább érdemes odafigyelniük magukra, mint egészséges embertársaiknak. Számukra ugyanis sokkal megterhelőbb a füllett meleg időjárás. Az időjárási folyamatokra a legtöbb ember érzékeny, ám krónikus betegségekkel küzdők életét még jobban megkeseríti. A szervezet működését és szabályozását nehezíti a szélsőséges meteorológia. A krónikus betegek eleve nehezebben tudnak alkalmazkodni, tehát a szív-érrendszer egy kóras állapotban nehezebben alkalmazkodik a magas hőmérséklethez. És ilyenkor különösen a szív-érrendszeri betegek, tehát magas vérnyomások, koszorúérbetegek fokozottan ki lehetnek téve annak, hogy az állapotuk ingadozó lehet. Ilyenkor nem ritkán tapasztaljuk, hogy a korábban beállított vérnyomások akár le is csökkenhetnek, vagy akár ki is ugorhatnak. A rekkenő hőség hatására változik a szervezet folyadékszintje, így például az izületek védő folyadékszintje is, de ezek mellett számos betegséget befolyásolhat. A magas hőmérséklet és páratartalom megnöveli a szervezet stressz szintjét, így számos krónikus állapot rosszabbodhat hatására. Az ion problémák miatt szintén akár szívritmuszavarok alakulhatnak ki. Maga a terhelhetősége például egy koszorúérbetegnek melegben sokkal inkább lecsökken, tehát kerülni kell a fizikai aktivitást, akár a sportot is ezekben a nagy melegekben. Minél idősebb valaki, annál nehezebben reagál az időjárás változásokra. A nagy meleg ellen ajánlott hűvös szobában tartózkodni, szabadban csak korlátozott ideig lenni. Fontos emellett a folyadékbevitelre odafigyelni és az otthon hűvösen tartása, légkondicionálóval vagy ventilátorral. A nagy hőség miatt tűzgyújtási tilalom van érvényben. A tiltás a közzétételtől a visszavonásig él, fontos információk és szabályok hatályosak ebben az időszakban. A nyári szünidő és a szabadságok ideje alatt egyre többen választanak szabadtéri programot, bográcsozást, grillezést, sütögetést, aminek során fokozott figyelmet kell fordítani a szabadtéri tüzek megelőzésére. Ennek tekintetében pedig fontos a szabadtéri égetés szabályainak betartása. A Bács-Kiskun megye területén lévő erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében tilos ezen időszakban a tűzgyújtás, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad ebben az időszakban tüzet gyújtani. Ugye július 27-től van érvényben a tűzgyújtási tilalom, tehát visszavonásig ettől az időszaktól kezdve nem lehet ezeken a területeken tüzet gyújtani, valamint ugyanez vonatkozik mondjuk a közutak melletti, illetve a vasút melletti különböző zöld területekre is, hiszen itt is fokozott a tűzveszélynek a kockázata és a gyors továbbterjedése a tűznek. A tilalom elrendelése a meteorológiai előrejelzések szerinti erős nappali felmelegedések okán és a csapadékmentes száraz idő miatt vált szükségessé.
hiszen ez a két tény felerősítheti fokozott erdőtüzek kockázatát. Ezek az időjárási körülmények kedveznek annak, hogy esetlegesen egy kialakuló kisebb tűzeset is pillanatokon belül nagyobb kiterjedésű tűzzé alakul át, valamint még figyelembe veszik a javaslattevők azt is, ugye az időjárási körülményeket, valamint hogy a szabadtéri tüzeknek a számát is figyelik, és ezt a több adatot így összegyúrva születik meg ez a határozat a tűzgyújtási tilalomról. A tűzvédelmi korlátozások megszegése bírsággal sújtható, amely az okozott károk megtérítésén felül az előidézett káresettől függően 20 000 forinttól 3 millió forintig is terjedhet. Montenegróban egy nemzetközi fesztiválon muzsikáltak a kalocsai fúvós zenekar tagjai. Kísérő zenekarként, illetve önálló produkcióval is közönség elé álltak. A Solti Mazsorettekkel együtt utaztak Kiszutomoréba, ahol a hazai csoportok mellett Szerbiából, Romániából és Magyarországról is voltak fellépők. Három blokkunk volt. Volt egy magyaros, ahol magyar zenéket játszottunk, indulót, ötödik magyar táncot, Radeckit, annak nagy sikere volt, és természetesen ahhoz öltözve magyaros ruhába a Solti Mazsorett csapat táncolt, illetve volt egy könnyű zenei blokkunk, ott már más ruhaszettel lépett fel a tánccsoport. Ez a blokk, ez ilyen könnyebb műfajból áll, Copacabana, Rio, In Holiday, és ezek a könnyebb hangvételű zenéket játszottuk, ez is nagyon nagy sikert aratott, illetve volt egy saját blokkunk, amikor csak a zenekar játszott. Ebben az összeállításban a könnyű zenéjé volt a főszerep, hiszen sokszor esténként léptek közönség elé. A Karib-tenger kalózait játszottuk, akkor John Williamsnek a filmzene összeállítását, illetve az egyik kedvencünket, a Train zenét, ami szintén nagy sikerű darab. Tavaly nem jutottak el külföldre, hiszen a Folklore Fesztiválon kísértek. Utánpótlás zenei tábort is szerveztek, mert abban az évben sok új taggal gyarapodott a zenekar. Sok a fiatal, akik most kezdenek megerősödni, és egyre jobban beépülnek a csapatba. Közülük párat el is tudtunk vinni külföldre. Négyen maradtak itthon fiatalok, akik vagy a korosztályok miatt, vagy még a szülő úgy gondolta, hogy még vár egy évet azzal, hogy külföldre elengedje a gyermekét. De hát reméljük, hogy jövőre már ők is tudnak csatlakozni a csapathoz. A fesztivál programjai mellett jutott idő hajókirándulásra, tengerparti fürdőzésre, városnézésre is. A fúvós zenekar montenegrói útját a kalocsai önkormányzat is támogatta. Az IPA MS Kalocsai szervezete ismét lövészversenyt szervezett Állampusztán, melyen 13 csapat vett részt. Kisner István emléke előtt már másodszor adóztak ezzel a rendezvénnyel. A fegyveres testületeknél dolgozókon kívül civil társaságok is sikeresen vették az akadályokat, holott a szervezők minden évben kitalálnak valami újat. Idén csak belföldi csapatok voltak a lőtéren. Szerencsére sikerült visszahozni olyan csapatokat, akik több éve nem tudtak szolgálati feladatok miatt részt venni. Így itt vannak most a bajai vízirendőrök, itt vannak a kecskeméti repülősök, azon fölül vannak civil támogatóink, a kalocsai rendőrkapitányságnak a csapatai itt vannak. Gyakorlatilag 13 csapat indult a mai versenynapon. Lett volna több, de sajnos egyéb elfoglaltságok miatt három csapatnak vissza kellett lépnie, úgyhogy 13 csapat az, aki most a pályán tevékenykedik. Ezen a versenyen maga a lövés szinte csak a habatortán, hiszen addig, mire fegyvert vesz az ember a kezébe, többek között víz alatt szerel, palánkon ugrik át, kannát cipel, és mindezt szinte futva. Éppen itt tologatja az egyik induló csapat a személygépkocsit, építettek nekik egy akadálypályát, és a vezetőnek vakszemüveggel vezetve a csapattársak szóbeli utasításai alapján kell végigmenni a pályán, pontosan végig tolják a pályán, és úgy kell beállni a parkolóba. Tehát egy Y-tolatás, parkolóba beállás, egyéb feladatok. Azon fölül van lövészet, az különböző területeken van, légpuska lövészet, van maroklőfegyver, vannak gépkarabélyok, pontlövőpuskák, airsoft pálya van, az airsoftosok, a kalocsai airsoftosok, meg az érsek csanádiak is most már második éve építenek nekünk külön állomást, és a Jenei Attiláik, a Sárközi Íjászklubbal pedig íjászati lehetőséget biztosítanak. A lövészversenyt egy kalocsai társaság nyerte, a második egy budapesti, a harmadik pedig egy kecskeméti csapat lett.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!